Sziasztok! Köszöntelek itt a szobámban. Hát lehet látni egy kicsit, úgy is lehetne mondani, hogy kupi van. De ez azért van, mert lehet, hogy ti is vagytok néhányan úgy, hogy sajnos nem túl sok helyetek van. Ha megnézitek, itt körülbelül olyan, hát mondjuk 3x2 méter van, amivel tudok edzeni, vagy tudok valamit csinálni. És erre fogok nektek most egy gyakorlatot mutatni, hogy mégis mi az, amit gyakorolhattok. Ugye általában, amikor vívunk, akkor viszonylag keveset szoktunk szúrni. Ennek az oka, főleg ilyen ugye kezdő, középhaladó téren, hogy nem túl biztonságos megszúrnunk egymást az ütőkardjainkkal. Úgyhogy most egy olyan gyakorlatot fogok nektek megmutatni, ahol lényegében a szúrást gyakorolhatjátok egy viszonylag kis helyen. Jó? Mi kell hozzá? Egyrészt itt van Bájos segítőtársam Nia, aki már el is foglalta az egyik dolgot, ami kell hozzá. Nekem egy ászvizes pólót, meg valamilyen dolog, amire fel tudod tenni. Én a ruhaszállítomat fogom használni. Felteszem a pólót, és nagyon egyszerű lesz a dolog. Az első az, hogy alapállásokból megpróbálom az oroszlánnak a fejét elszúrni. Jó? Először megmutatom Féderre a dolgot. Beállok egy alapállásba, és utána fogom, leengedem, és megpróbálom elszúrni. Jó? Aztán megnézem, hogy hogy sikerült a szúrásom. Oké, aztán visszaállok egy alapállásba. Egyre egyszerű a gyakorlat, hogyha még egyszerűbbre akarjátok venni, akkor ugye van az eke állás, és az ekéből egy darab sasszéval rá lehet szúrni viszonylag könnyen, jó? Tehát ez a 0.0-es verzió, próbáljátok meg 10-szer eltalálni az oroszlánnak a fejét, oké. Egy kis előrelépéssel, és utána szúrásra, jó? Legyen normális a szúrás, kicsit menjen a póló. Azt nézzétek meg, hogy amikor belép a szúrás, akkor körülbelül az oroszlán fejénél találtátok el. Aztán, hogyha kicsit tovább akarjátok ezt a gyakorlatot fűzni, akkor lényegében azt ajánlom, hogy fogjátok meg, álljátok egy olyan pálásba, amit az előbb is mutattam, például egy tetőbe, próbáljátok meg abból egy kis kilépéssel csinálni egy lépést, és utána szúrni még egyet, jó? És ha megnézzük egyben a gyakorlatot, oké, hát nyilván lesznek ilyen hangok, pont azt fogjuk gyakorolni, ugye a lehető legpontosabban, a lehető leggyorsabban oda szúrjak, ahova akarok, jó? És utána, ha még szépen be akarod fejezni, akkor nyugodtan állj vissza egy eke, vagy bolond állásba, jó? Azért, hogy meglegyen a dolog, jó? Legyen a dolog meg egy dinamikája. Oké, megmutatom ugyanezt ütőkarddal is, jó? Egy egyszerű dolog, ugye az ütőkard sajnos egy kicsit bumflip és tompás. Valószínűleg rövidebb is egyébként, mint egy fader, úgyhogy egy kicsit kevesebb helyet is tudsz dolgozni. Ugye, ha csak az elsőt mutatom meg, akkor fogom, megállok ekében, rászúrok. Ugye nyilván is nem tudom eltalálni az oroszlánnak a fejét, inkább az egész oroszlán próbálom meg elcélozni, jó? Ugye ezt meg tudom csinálni bolondból, sasszé, jó szúrás. Nézzük ökörből. Oké, szúrás, nem baj, ha nem sikerül egyből. Kicsit gyakoroljátok többet. Addig, amíg nem megy jobban, pont ez a gyakorlatnak a lényege, jó? És utána, ha még van egy kis lélek jelenléted, akkor nyugodtan visszajöhetsz alapállásba, jó? Tehát mit tudom én, belépek ökörbe, visszalépek ekébe, jó? Nézzük meg ezt úgy, hogy ütésből csinálom, kiütök, megszúrom, visszalépek, jó? Ezt most dinamikusan. Oké. Ezt ilyen viszonylag kicsi helyen is tudjátok gyakorolni, mint mondtam nekem, itt az átlóba körülbelül egy olyan 4-5 méteren van, lehet püssivel, lehet ütőkarddal, és ugye megcsináljátok a saját gyakorlataitokat is különböző állásokból, ugye kezdőknek van inkább Littenauer, olasz középhaladó és felfelé, pedig akármilyen állásból, jó? Gyakoroljátok ezeket a szúrásokat, és remélem találkozunk minél hamarabb az edzésen. Sziasztok! Ez itt az Arsensis videoblogjának harmadik részében a beszélgetős szekció. Ezúttal VZP alias Várhelyi Zoltán Pál lesz most az interjú alanyunk. Őt fogjuk kérdezgetni mindenkiről. Szia Zoli! Hello, sziasztok! Azért érdekes most ez az interjú, egy kicsit is eltér a többitől, szerintem kitaláltátok, mert hogy a koronavírus helyzet miatt most már mindenképpen szükséges olyan óvintézkedéseket is megtennünk, amiket egyébként már korábban is előírtak, de hát úgy tűnik, hogy most kezd ez tényleg felelős döntéssé válni. Úgyhogy ezúttal egy online interjún keresztül fogom kérdezgetni Zolit, és így fogjuk, ilyen keretek között fogjuk megtudni a válaszait. Zoli, amiről én téged szeretnének kérdezni, az a te viszonylag egyedi helyzeted itt az Arsensisben, és most arra utalok, hogy ugye te Szegeden kezdtél el vívni, tanulni, és aztán ott is lettél oktatójelölt, és ha jól tudom, még oktató is, és aztán jöttél fel Budapestre.
Biztos, hogy nagy változás volt ez számodra, és erről a változásról szeretnének kérdezni, hogy ezt hogy élted meg, milyen nagyobb különbségek vannak a szegedi és a budapesti oktatásunkban. Úgyhogy bármi, ami érdekes élmény volt, ezt örülnénk, ha esetleg én meg tudnál osztani velünk. Hát igen, lényegében jól mondtad, hogy én kb. 2010-ben kezdtem el vívni Szegeden, akkor még Feigel Jani volt a vezető oktató, és Csabi volt a second in command, és utána nem sokkal lett felkérve Ervin, és akkor utána, hát lehet így mondani, ehhez képest a harmadik hullámban, akkor a Róka Laci és én 2013-ban, ha jól emlékszem, és nem, 12-ben és 14-ben lettünk azt hiszem oktatók, úgyhogy még ott voltam, 17-ben jöttem fel Budapestre. Igazából, amit el tudok mondani, hogy igen, nagyon érdekes élmény így elmozogni, mondjuk ha lehet úgy mondani, a perifériából a fővárosba, ugye nagyon sok különbség van, vannak előnyök és hátrányok. Igazából, amit nagyon szerettem Szegeden, mondjuk amikor ott tanultam, hogy nagyon-nagyon összetartó volt a társaság, ez ugye főleg annak köszönhető, ez nem azt jelenti, hogy Budapesten kevésbé összetartó, hanem ez főleg annak köszönhető, hogy ugye mindenki, tehát itt a kezdők, a középhaladók, a haladók, ők minden egy edzésre járnak, és akkor ugyanazt az anyagot tanulják szintezve. Ugye régebben ez úgy volt, hogy általában, mit tudom én, Lichtenauer volt, és akkor ugye csak a Lichtenauer volt különböző szinteken, tehát attól függően, hogy mennyire mentél bele, milyen eszközöket használtál, vagy ilyesmi. Utána pedig ugye elkezdődött egy ilyen forgó, ezt nem tudom, hogy mennyire tudjátok a legtöbben itt Budapesten például, hogy vidéken elképzelhető az, hogy a kezdők is mondjuk például fiolét tanulnak a speciális helyzet miatt, és akkor ezt különböző szinteken. És ez egy viszonylag jó kezdeményezés volt, tudtunk frissíteni az anyagot, mert ugye ez a hátrány viszont, hogy ugye most képzeld el, hogy te mindig eljössz a kezdő középhaladó haladóra, már mit tudom én, 4 éve vívsz, és megint Lichtenauer van. Tehát ugye elképzeled, hogy van egy ilyen maradékérzés, tehát hogy mindig lehet bármennyit gyakorolni, én azt gondolom, de ugye elképzeled, hogy van egy ilyen maradékérzésed. Úgyhogy hát igen, egy kicsit nehéz szívvel hagytam ott Szegedet, a munka szólított föl. Én nagyon szerettem az ottani brigádot, egy rengeteg ilyen anekdota kialakult. Egy ilyen nagyon jelenleg. Igen, bocsánat. Még mielőtt tovább mennél arra, hogy milyen volt a váltás. Ugye említetted azt, hogy itt a közösség az nagyon összetartó volt ott Szegeden. Aha. Nekünk van egy képünk arról, hogy legalábbis nekem, hogy Budapesten mit jelent az összetartó közösség, hiszen mi mindig minden egyes edzés után igyekszünk elmenni és teázni. és az érdekelne engem, hogy ez Szegeden is így van-e, vagy ezt az összetartó közösséget, ezt valahol ilyen más platformon éritek meg? Hát is. Tehát egyrészt ugye ez megvan, igen, nekünk voltak törzshelyeink, ahol mint egy edzésbe ültünk. És ugye, mivel az van, hogy ugye mindenki évekig ismerte egymást, azért egy ilyen nagyon... Tehát, hogy itt megmondom őszintén, mint oktató egy kicsit az érzésem, hogy néha ugye azokkal az emberekkel, akikkel elkezdek összemelegedni, én ugye most kezdőt oktatok, jelenleg a hétfői kezdőm vagyok segédoktató, ez így volt kb. Azóta, amióta felkerültem. És lényegében ugye nekik mindig el kell engednem a kezét, ők mennek tovább, találkozok velük mondjuk specfegyverem, vagy rendezvények, és akkor megkérdezem, hogy mizu is, beszélünk pár szót, de egy kicsit úgy kiesik tudod a látókörömből. És Szegeden pedig az volt ugye, hogy az ember az minden edzésen ugyanúgy ott volt. Tehát hogy nem történt ez meg, összemelegettünk, meg volt az ilyen usual suspects, tudjátok, akik mindig így bementek egy helyre, és beültek, és összeültünk. És emellett még a rendezvények, tehát ugye azt is lehet mondani, a rendezvényekre szinte az összes oktatott, vagy pedig volt szinte egy ilyen kemény mag, akik ott voltak, és akkor mentünk múzeumokra bemutatózni, mentünk könyvhétre, és tényleg kijártunk, egymást felcseréltük, és nagyon sokszor segítették az oktatók munkáját is ezeken a bemutatókon az ottani oktatottak egy kicsit jobban, ha lehet ezt így mondani. Gondolom akkor nagy változás volt, ahogy is említettél is azt, hogy Budapestre így feljöttél. Abból az időszakból ez gondolom egy ilyen eléggé változatos időszak volt, valami emblematikus élményt el tudsz nekünk mondani, mind Arsensisre vonatkozólag, vagy akár teljesen attól függetlenül, milyen érzés fölköltözni ide, és ez a változás mit hoz magával? Ja, hát figyeljetek, a legjobb anekdotáim azok Arsensisen kívüliek, szóval én azt gondolom, hogy én Budapestnek a krémjét, mint ilyen vidéki ember megtapasztaltam. Én elmondanék 3 vicces anekdotát, ezek közül 2 mérsékelten vulgáris, jó, úgyhogy ezeket nagyon világnyelven fogok fogalmazni, azért, hogy senkinek se bántson meg, de azért kiteszem a diszklémert a sarokba, jó, de nem ilyen igazán 18-as karika, de azért vannak dolgok. Szóval felköltöztem Pestre, és elkezdtem itt berendezkedni, ugye még ilyen félállásban voltam, és történt az egyik eset, az az volt, hogy egy hónap ahhoz képest, hogy felköltöztem Pestre, ez volt a legelső dolog,
hogy éppen jöttem fel a 3-as metróba, vagy valahonnan, és akkor valaki megütögette a vállamat, hogy kilóg egy papír, vagy egy papírt elvesztettem, vagy kiesett, és képzeltek el, hogy és soha nem történt velem, megpróbáltak kizsebelni, és nem sikerült nekik, mert nem volt semmi a zsebemben, csak egy papír, de azt sikerült kihúzniuk, meg egy halom cseppkendővel lett gazdagabb valószínűleg az illető. De egyébként megmondom őszintén, aztán most jöttem a pestieknek, senkivel nem volt még ilyen. Aztán most jönnek, na igen, ezek egy kicsit ilyen cinkesebbek, hát majd itt Csabi a vágunk megoldja, hogyha úgy kell, de megpróbálok nagyon világnyelvű lenni. Az történt, hogy éppen álltam aztán a Blahán álltam, és éppen valakivel telefonáltam, hogy úgy emlékszem egyébként HGK-val. Az a vicces, hogy az összes sztorinak a többinek van elszerzés kötődése, tehát Horváth Gábor elmenne, a HGK-val telefonáltam, és egyszer csak egy csávó kijött az aluljáróból, én a tetején álltam a lépcsőnél, éppen beszélek, így felvette velem a szemkontaktust, és hát nem tudok szebben fogalmaz, elkezdett vizelni. És én azt mondtam a Gábornak, hogy te figyelj Gábor, nem hiszed el, hogy én most mit látok. Úgyhogy a kultusok akkor meg volt. Igen, a kultusok az meg volt, Budapest az így, meg az aluljáró. Nyilván ez nem jellemzi Budapestet, tehát ez egyébként érdekes módon egy hónapon belül történt ez a három eset, és a harmadik pedig az volt, hogy egy hölgy itt a Jasik Zsófinak és a Misinek próbáltam elmenni, a Tóth Misinek egy üvegborért, mert akkor még nem volt fix munkaidőm, hanem így bedolgoztam, hogy említettem, és a borbolc ilyen nagyon fura nyitvatartással volt, ez pedig a második János Pál Pápa térnél történt, és nem volt nyitva a borbolc, mint kiderült, nem 10-kor nyitott, hanem 11-kor. Aha, ültem a... voltál azzal, hogy a második János Pál Pápa tér, az micsoda? Nem, fogalmazom, hogy a tér. És kiültem egy padra, és elkezdtem olvasni, hallgatom a fülembe, és odajött egy hölgy. És hát... a hölgy az megkérdezte, hogy van-e internetem, én megmondtam neki a telefonon, mert hogy el kell jönni a barátja, mondtam, hogy nem, és ő megmondta, kérdezte, hogy otthon van-e. Én megmondtam, hogy nyilván otthon van, hogy otthon valószínűleg mindenkinek van, vagy legalábbis a legtöbbünknek, és hát itt megint csak visszaváltok, tehát nem akarom az egész sztorit leírni, azért majd nyugodtan kérdeztek meg egy sörözést, mert biztos elmesélem annak, aki érdekli. De lényeg az, hogy a hölgy az felállt a szolgálatait, azért cserébe, hogyha én most internetet biztosítok neki, vagy hazaviszem, és ő tudja az internetet használni. És ezen én annyira meglepődtem, hogy csak annyit tudtam ismételgetni, hogy hát ez fantasztikus. Úgyhogy aztán nagy nehezen feladta, és utána arrébb állt, de megmondom őszintén egy ilyen, azért nem tudtam hova tenni, egy kicsit sokban voltam, pedig ez rám annyira azért nem jellemző. Hát oké, hát Budapest megmutatta a fog a fehérjét, hogy igazából mint nagyváros, egész biztos tényleg vannak benne olyan részek, ahová nem érdemes menni. Úgy tűnik, hogy ezekbe így belemásztál elég gyorsan. Jó, figyelj, mennék tovább egy kicsit ilyen árszerzésesebb dolgokkal, és akkor ez volna még az első ennek a témakörnek az ilyen záró kérdése, hogy azért, hogyha ide följöttél Budapestre, emlegetted, hogy mik voltak a jók abban, hogy Szegeden tudtál vívni, és szegedi vívóként kezdted ezt el. Most, hogy itt vagy Budapesten, valami legjobb élményt esetleg el tudsz-e arról mondani, miért, miben más egy kicsit itt vívni, és miben jobb egy kicsit itt vívni, mi az, ami hiányzik Szegedről? Hát általában nem tudják rólam, mert ezt nagyon jól rejtegetem, de én egyébként egy rettentő lusta ember vagyok, és igazából azért szeretek egy csomó ilyen automatizált megoldáson dolgozni, vagy ilyesmi, hogy megkönnyítse az életemet, és utána lehessek joggal lusta. Vagy nagyon jó szegedi, vagy egy nagyon jó élmény volt a Budapestre költözésben, hogy spec fegyverre, nem kell hajnali 4-kor vagy 5-kor kell, nem hogy felérjünk, ugye reggel 9-re az oktatói sávra, vagy pedig felérjek oktatni, és nem csak este tudok elmenni, hanem is szelektálni tudok a sávok között. Tehát, hogy nagyon jó azért itt is maradni, ha tehetem, akkor nyilván ellátogatok a specre, és mindent végignézek, de ad egy flexibilitást az, hogy közel vagyok Pesthez. Szóval ez csak egy ilyen mementó, jó, az árszerzést tekintve. Ami anekdotát inkább nem tudom így rátenni, de meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó az a támogatási rendszer, amit itt nyújtanak egymásnak az oktatók. Tehát, hogy én nagyon érzem azt az erőst, hogy valaki kiesik edzésről, akkor mindig próbál valaki ott lenni. Tehát van egy ilyen háttérországot, ha lehet így mondani. Oktatói körben, és az oktatóknak is én azt gondolom, hogy jó, hiszen mindig van, aki foglalkozom velük, vagy ilyesmi. És a másik, ami szintén szerintem nagyon jó az oktatottaknak, hiszen én is próbáltam több edzésen is, mint oktatott minőségben, vagy ilyen beugrósként, az, hogy különböző oktatók, különböző, tehát mindenkinek megvan a maga stílusa. És nekem az a véleményem, hogy embertípus függő, hogy mely stílushoz tudsz kapcsolódni. És itt megvan az a lehetőséget, hogy végigjárod mondjuk a 4 kezdőt, és akkor megnézed, hogy nekem ez adja a legjobban. Vagy én járok hétfőre és kedre, mert akkor tudok menni, és akkor mind a kettőt kapok valamit. Tehát, hogy az információ morzsák egy kicsit kiegészítik egymást, a fókuszáltam lás, és ha igazán rá akarsz feküdni, akkor nagyon erős tud lenni, én azt gondolom, hogy itt Pesten.
De egyébként egy nagyon jó, mondjuk, hogy csak úgy mondjak egy anekdotát, ugye amióta felköltöztem, azóta van járművem is, tehát azóta elkezdtem vezetni, és kocsival járok, és éppen ezért a legtöbb edzésnek én vagyok az ilyen háttérországa, kardokat tekintve. Tehát általában a csomagtartóban egyébként most is körülbelül 10-15 kardot bent szokott üldögélni, és amikor megyek be egy ilyen kezdőedzésre, főleg év elején, akkor az van, hogy egy ilyen köteg kardot átfogva próbálok manőverezni az utcán, nem teljesen hülyének nézhetően. Úgyhogy nem ejtem el őket egyébként, ami rohadt nehéz, és az a legrosszabb, egy kiesik a kezedből, akkor az egy ilyen figurás játék, hogy felszed a földről, hogy a többit adod el. És éppen ez történt, és mentem, nem is tudom már melyik edzésre mentem, és akkor ahogy lépdeltem, az Ézsiás Pisti az rám hozta a fászt, de úgyhogy majdnem eldobáltam a kardokat, és szerintem ő látta, hogy ez lesz a szitu, úgyhogy nem tudom, hogy direkt hozta rám ezt, úgyhogy gyorsan rámarkoltam a felére, és így sikerült nem beterítenem az utcát kardokkal, főleg ugye a budapesti utcák némelyiknek az állapotát tekintve, úgyhogy ez pont egy ilyen pozitív sztori. Legalábbis a vége mindenkinek az, én azt gondolom. Hát szerintem itt mindannyiatok karakter előjött ebben a kis mindenkinek. Egyébként a Pistivel, ugye most az ő segédoktatója vagyok, néha szoktunk ugye ilyen Batman és Robin akciókat csinálni, tehát hogy kb. Úgy nézünk ki tényleg. Robin. Hát ez egy jó kérdés, mert ugye általában az én járművemmel megyünk, és akkor bevetjük a munkat, és akkor például ugye volt egy adományozásunk, lehet, hogy hallottatok róla most karácsony környékén. Ugye egyrészt szoktunk adományozni a gyerek otthonnak, ugye a csokoládékat, amit összegyűjtünk, erről biztos hallottatok. Másrészt meg ugye az Egyesület adott pénzt, illetve magánszemélyek, hogy megvegyünk kórháznak televíziókat, vegyünk kórháznak olyan eszközöket, amire szükségük van, hogy a betegek, akik befeküdnek, azok egy kicsit minőségibb, hát nem ellátást kapjanak, mert az ellátás az tényleg ugye az orvosokon múlik, egy kicsit talán tudjunk segíteni ott, ahol tudunk húzni a csavarokon. És a Pistivel így kb. Beugrottunk az autóba, mint a Batman és Robin, csak nem csúsztunk át a motorháztatőn, és akkor mindig így rendeztük a dolgokat, meg nagyon vicces volt, hogy így bepakoltunk, mindig kipakoltunk, ott voltunk mindenhol, úgyhogy lassan ilyen egymás sidekickjei vagyunk, ha lehet így mondani. Hát úgy gondolom, hogy az adakozás szempontjából minden tisztelet megillett titeket. Ugye, ha jól tudom, ez a része, ez egy Arsenzis-es közös projekt volt, tehát az Arsenzis-nek tulajdonképpen ti a végrehajtói voltatok. Nem kisebbítve ezzel egyébként a munkátokat, csak tudni lehet, hogy egyébként ez a teljes egyesületnek volt az akciója. Van viszont egy másik akció, amiről mi beszélgettünk itt az interjú előtt, és tök érdekes, és arról szeretném, hogyha egy pár szót esetleg tudnál szólni. Mi is ez a projekt? Mikor várható, hogy ez a projekt elindul? Mi ennek a víziója? Hát ez pont úgy adódott egyébként, hogy már régóta gondolkoztam azon. Tehát, hogy amit tudni kell a sztorihoz, az, hogy mielőtt én eljöttem az iparba, én PhD-s voltam. Ugye szerintem sokotok azt tudja, hogy ez vajon anyagilag milyen hozadékokkal jár. És ugye én, mint aktív vívó, tehát aki 2013 óta féderezik, ugye én még a 0.1-es verzióban csatlakoztam, tehát ilyen motoros protektorokból, ilyesmiből verbúváltuk a vívó cuccot, és ez elég rossz minőségű volt, nem is védett úgy, és ebből elég sok, hát nem sérülésem volt, de hogy ezért volt fájdalom. És ugye amikor eljött az új generáció, megjelentek az első cuccok, sajnos nem volt sem anyagi lehetőségem, sem semmilyen kezdeményezés, hogy megtehessem, hogy lecseréljem ezeket a dolgokat. Egészen addig kellett várnom, amíg ugye munkát nem szereztem, és ugye meg nem kerestem rá pénzt. És ezen nagyon sokat gondolkodtam, és ugye most hál' Istennek mondhatom azt, hogy megtehetem, hogy valamit visszaforgatom a közösségbe, és szerintem nagyon fontos dolog is az, hogyha az embernek ilyen, hát nem csak ha ilyen tapasztalatai vannak, hogy valamit visszaadjon a közösségnek. És azon gondolkoztam, hogy mi lenne, ha lenne valami, egy olyan kezdeményezés, amúgy is az Arsenzis-t van egy ilyen, lehet, hogy sokan nem látjátok, de van egy ilyen mecénási, ha mondhatom így, közeg. Tehát van, aki autóval adakozik, van, aki kis buszt biztosít, van, aki a rendezvényeinket megfinanszírozza, mint magánszemély is, és ilyenek. És én arra gondoltam, hogy mi lenne, ha lenne egy olyan kezdeményezés, ami lényegében egy Arsenzis ösztöndíj lenne, amit oktatók, kutatók vehetnének igénybe, és a fő célja az lenne, hogy azok, akik mondjuk valamit nem tehetnek meg, például mondjuk lehet, hogy anyagi helyzete miatt járna edzésre, de nem tud, mert mit tudom én, tehát hogy azt gondolom, hogy most ez lehet, hogy még aktuálisabb lesz, remélem, hogy nem lesz igazam, ők nekik megfinanszírozni egy ilyen, hát nem szerződéskötéssel, de inkább egy ilyen szóbeli, vagy hogy is mondjam, nem tudom, hogy erre mi a jó szó, Doni, ha tudsz jó szót, akkor mondjuk ottan, de egy megegyezés, egy gentleman agreement, na igen, az egy nagyon jó szó, tehát egy úrihölgyi vagy úriemberi megegyezéssel,
hogy figyelj, hogyha az elkövetkező fél évben te szeretnél járni, akkor mi megfinanszírozzuk neked a díjat például. Ez most csak egy példa. Tehát, hogy ugye a lényege a kezdeményezésnek az az lenne, hogy ezt a mecénási kört összefogni, egy pályázatszerű rendszert kialakítani, ami igazságos, de azért mégiscsak elvár dolgokat, ugye nyilván azért, hogy azok kapják a pénzt, akik, hát nem azt mondom, hogy a legjobban megérdemlik, hanem inkább azt mondom, akik ki tudják használni, akik a legjobban ki tudják használni, a legtöbbet profitálnak belőle, és ezeket az embereket összeszedni, és egy ilyen rendezett módon biztosítani nekik forrást arra, hogyha ez a hobbi csak a forrás hiány miatt akadna el, akkor segítsük őket. Tehát ha jól értem, akkor ugye ez nem kifejezetten a te projekted lenne, csupán ennek az irányítására te elhatároztad, hogy ebbe így beszállsz, és szeretnéd összegyűjteni azokat az embereket, akik szívesen lennének mecénásai más vívóknak. Hogy az volna a kérdésem, hogy tudom, hogy ez még nincsen kialakulva, mert ez még egy korai fázisban van ez az egész történet. Ez így van. De mondjuk tudnál-e esetleg egy tipikus olyan esetet mondani, amikor egy ember erre adott esetben tud pályázni? Te mondjuk egy tipik helyzetet. Bejön vívni, és két hét múlva úgy érzi, hogy szeretne venni egy püskardot, és nem tud, vagy inkább arra gondoljunk, hogy mit tudom én, 5 éve itt vívó Géza szeretne elmenni egy nemzetközi versenyre, és azt szeretné. Miben tudunk gondolkodni? Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. A határokat ugye azt is meg kell beszélni ebből a körre is, hogy kinek mi fér bele. Ugye itt nagyon sok, ezt tudni kell, hogy a háttérben már elkezdtünk egy ilyen olyan emberekkel, akik tudom, hogy általában benne vannak az ilyenekben, illetve volt egy ilyen felmérés jellegű dolog azokkal, akik valószínűleg ilyenekre kaphatóak. Tehát nem akarok senkit csak kihagyni, hogyha te úgy érzed, akkor nyugodtan keres meg, és erről beszélgethetünk, hogy hasonló cipőben jársz, vagy hasonló elképzeléseid vannak. De a lényegében az, hogy még nem tudok, annyit tudok mondani, hogy igen, tehát mind a kettő plausible. Alapból valami ilyesmire gondolunk, hogy az egyesületbe járás. De egészen egyébként odáig is, hogy mondjuk azt mondom, hogy valaki, ugye ez már egy kicsit nagyobb falat, de hogy van valaki, aki tudjuk, hogy kiemelkedő vívó, és ezt most nem azt mondom, hogy le fogjuk vizsgáztatni, vagy ilyesmi, hanem hogy tudjuk, hogy eljár, hogy csinálja, megjelenik megfelelő edzéseken, csinálja az alapedzését, csinálja a plusz edzést, eljár mondjuk. Ugye ezért is emelem ki, tehát hogy attól függetlenül eljársz Fight Clubra, nyilván el kell menned az alapedzésedre, és csinálnod kell. És utána azt mondom, hogy ő neki az az álma, hogy elmenjen mondjuk Drain Eventre, de sajnos nem teheti meg anyagilag, akkor igen. Én azt gondolom, hogy ez egy in-scope dolog, tehát hogy ennek működnie kéne, de tényleg ilyenek, hogy mondjuk nem tud befizetni edzésdíjat, nem tud eljönni várcsatára, nem tud eljönni edzőtáborba. Akkor annak egy részét, vagy ez is még kérdés, de valószínűleg egy részét ennek átvállalnánk, és akkor mondjuk ez lenne a ilyen, hát nem megkötések lennek, hanem hogy akkor jöjjön el edzőtáborba, ugye, ha már ez az összegbe lesz dobva neki, mondjuk például. Szuper, nagyon köszi, hogy erről tudtunk beszélgetni. Amit mindenképpen kell tudnotok, a kedves nézők, kárszerzőzések, hogy ugye a legnagyobb különbség e között és a kórházi támogatások között az, hogy a kórházi támogatásokat a teljes Arsensis viszi, az Arsensisnek a vállalt egyébként alapszabályban megfogalmazott vállalása, hogy azt ő csinálja. Tevékenysége, ezt a szót kerestem. Ez pedig egy teljesen más közeg. Arsensisen belül működik, hiszen mindannyian Arsensisben járunk, de ez nem, ez az egyesülettől egy kicsit azért függetlenebb dolog. Hogy ez mikorra készül el, azt nem lehet tudni. Nyilván most a koronavírus is egy picit beleszól a szervezésbe, úgyhogy kicsit lassulni fog ez a folyamat, viszont nagyon reméljük, hogy minél hamarabb össze tud majd állni egy ilyen támogatói mecénás kör, és a nagy tehetségeket, meg a nagy szükségben lévő embereket tudjuk majd támogatni. Nagyon királyok vagytok, köszi szépen, hogy ezt csináljátok. Tehát szerintem, bocsánat, egy mondat, hogy ezt viszont szeretném mondani, hogy nagyon fontos a dolog, hogy nem, én azt szerintem mindenki egyetért abban, hogy itt nem szeretnénk ezt nagyon úgy csinálni, hogy nagy, vagy nem is tudom, tehát ez nem arról szól, hogy mindenki mögé le fog állni egy ember, és kezet ráz vele, meg szalagot vágát, vagy ilyesmi. Tehát, hogy nem az lenne a cél, nagyon szívesen, de azt gondolom, hogy ez az a rész, amit úgy gondolunk, hogy ahhoz képest, ahogy állunk jelenleg ugye az életünkben, mondjuk anyagi-gazdasági szempontból, ez a társadalmi felelősségvállalás, és ahogy te is megfogalmaztad, az Egyesület által vállalt lovagi értékeknek egy része. És tehát, hogy inkább azt úgy szoktam mondani ilyen röviden, hogy ez alap. De most kifejeztem, hogy a kis rövid mondat mögött mi van.
Hát vegyetek példát erről a magatartásról. Én azt tudom, ezt nem Zoli, nem neked mondtam, hanem kedves nézőknek, én ezt egy hatalmas gesztusnak gondolom. Valahol tényleg alap, a lovagiasságban tényleg valahol ez beletartozik, de azért érezzük szerintem mindannyian, hogy ez az alap, ez mennyivel magasabban kezdődik, mint az átlag magyar ember az utcán ezt gondolná. Úgyhogy szuper dolog ez az Arsensis, hogy ilyen emberekkel vagyunk körülvéve. Köszönöm szépen, Zoli, hogy már tudtunk beszélgetni ezekről a témákról. Elég sok mindent sikerült érinteni, én azt hiszem. Úgyhogy köszönöm szépen nektek is, hogy végignéztétek ezt a videót, és a negyedik résszel hamarosan érkezünk. Addig is stay safe, stay tuned, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Hello, sziasztok!